Szép estét kívánok! A Tatai Körzeti Televízió hírháttérműsorát, a hírszemlét látják. November 29-e van hétfő, tartsanak velünk! A megyei közgyűlés által alapított Megyéért díjat és a Megyéért szakmai díjat adták át a Megyeházán. Az elismeréseket minden évben azok kapják, akik a megye életében munkásságukkal, életművükkel maradandó értéket teremtenek. Idén a pandémia leküzdésében áldozatos szerepet vállaló egészségügyi és szociális dolgozók, a segítők kerültek az elismerések középpontjába. Összeállításunkban a díjazottak beszélnek munkájukról. Dr. Kanász Gábor Imre orvos, a Tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója, aki korábban csaknem egy évtizedig az esztergomi Vaszarikolos Kórház vezetője volt. Borzasztó nagy megtiszteltetés a díj, és egy dolog villan viszont az eszembe azonnal a díj kapcsán, hogy a tisztes szakmám az anesteziológus és intenzív terápiás szakorvos, és ebből fakadóan a kezdetektől is a csapatjátékos megtisztelő címér harcoltunk mindannyian, akik ebben részt veszünk, és ez a csapatjáték szeretete és szükségességének ismerete az, ami tulajdonképpen segíti az én munkámat. Ez a díj, ez nem, úgy érzem, nem nekem szól, ez mindannyiunknak szól, akik ebben a sok-sok dologban, amit hallottam magamról is, részt vettek, mindannyiunknak szól, a kórházainknak szól, egészségügyi dolgozóinknak szól. Ugyancsak Komárom-Esztergom megyéért díjat vehetett át dr. Dombi Péter orvos, Tatabánya díszpolgára, a Szent Borbála Kórház tudományos igazgatója. Azt gondolom, hogy ez a hétköznapi terhelés, a Covid időszak, és egyébként is a mindennapok az embert inkább arra összpontosítják, arra terelik, hogy tegye a dolgát. Ugye édesapám is szokta nekem mondani, hogy ha sok a feladat, akkor azokat ugye nem könnyű megoldani, de a lényeg, hogy mindig azt a feladatot, ami éppen van, abba álljál be, és azt old meg. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy mégiscsak gondolom, hogy ezek a hozzáállási kérdések, akár e téma körül, akár egy más téma körül, vagy a mindennapok helyzetei, az elmúlt évek, szoktam mondani, hogy a őszhajam is biztos benne van, eredményezhették azt, hogy ezt a díjat megkaptam, ami végtelenül megtisztelő. Rögtön itt kell hangsúlyoznom, hogy a közösség, a munkatársak, a betegek, akiért vagyunk, és akik nélkül az ember nem tudja a dolgát tenni, és ugye nem tud segíteni, és az egész megye, és minden egyes civil dolog, amiben jó magam is szerepet vállalok, az igazi kitüntetett, és azt hiszem, hogy nem feltétlen a személyem ebben a fontos. Komárom-Esztergom megyéért szakmai díjat nyert az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet, mely a városban két telephelyen végzi tevékenységét. Az elismerés dr. Varjú János, az intézmény orvosigazgatója vette át. Ez egy abszolút tím munka volt ez az elmúlt időszak, különösen a járványügyi helyzetre való tekintettel. A takarítónőtől, a szakudolgozókon keresztül, az ápolónőkön át, az orvosokig. Mindenki kivette a részét ebben, úgyhogy ennek a munkának én azt gondolom, hogy egy ilyen elismerése a közösségünk elismerése. Komárom-Esztergom megyéért díjban részesült Nemes Andrásné, a Kecskés László Társaság elnöke, a komáromi szekeres gazdahagyományok elkötelezett őrzője, a 2013-as év megyei Prima külön díjasa, Komárom díszpolgára. Az esztergomi Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány több mint másfél évtizedre visszanyúló tevékenységét Komárom-Esztergom megyéért szakmai díjjal jutalmazták. Hatalmas meglepetés volt, hogy az állatvédelem is díjra érdemes lehet, és iszonyatosan boldogok vagyunk. A megyében az elsők között kezdtünk el állatvédelemmel foglalkozni, és az első menhelyek között vagyunk. Amellett, hogy nekünk a legnagyobb elismerés akkor, amikor egy mentettünket családba juttatjuk. Nagyon nagyszerű dolog, hogy máshonnan is jön elismerés, és hát sajnálom, hogy egyedül kellett átvennem a díjat, de majd a képek pótolják a többieknek is ezt az érzést. A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona a Komárom-Esztergom megyéért szakmai díjat érdemelte ki, melyet vezetője Mecsei Ilona vehetett át.
Nagyon boldog vagyok, és nagyon sajnálom, hogy munkatársaim nincsenek itt, megértve a helyzetet, minden szavukat, a méltató szavakat, mindig arra gondoltam, hogy ezt kellene nekik is hallani, hiszen ők a mindennapi munkának a hősei. Intézményünk egyébként 1987 óta működik Tatabányán, a Szent Teréz idősek otthonában, és célunk az, hogy a hozzánk érkező ellátottaknak maximális kiszolgálás, segítséget és derűs, nyugos, boldog nyugdíjas éveket biztosítsunk. Az elismerést a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés alapította, melynek tagjai tettek korábban javaslatokat a díjazottak személyére. A kitüntetéseket Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, dr. Kant Csaba kormány megbízott, Cunyiné dr. Bertalani Judit és Bencsik János országgyűlési képviselők adták át. Mindannyiunk élete úgy telik el, hogy szolgáltatásokat veszünk igénybe és szolgáltatásokat adunk. Erre igyekszünk legjobb tudásunk szerint fölkészülni. Mindannyiunknak vannak adott képességei, amelyeket készségszintre emelünk, megtanuljuk azt, hogy az adott szolgáltatásban mit kell teljesítenünk ahhoz, hogy a másik, az embertársunk jól érezze benne magát, vagy elégedett legyen azzal a teljesítménnyel, amit tudunk nyújtani. De vannak olyan élethelyzetek is, ahol a tehetségnek, a fölkészültségnek, a tudásnak a megléte az még nem elegendő. Többre van szükség. Főleg azokon a területeken, ahol kiszolgáltatott, elesett helyzetben lévőknek a megsegítéséről kell gondoskodni. Elsősorban az egészségügyben, a szociális ellátásban találkozunk ilyen helyzetekkel. Oda hivatástudatra is szükség van, emberbaráti szeretetre, jóindulatra, segítőkészségre, hogyha mindezek kiegészítik azt az alap tudást, amely a professzióhoz, a szakmához szükséges, akkor lehet eredményesen ezeket a szolgálatokat elvégezni. Éppen ezért mai nappal elsősorban azoknak mondtunk köszönetet, akik ezen a területen teljesítenek szolgálatot. Én kifejezetten ülök, hogy a Tatabányai Kórházból ketten is elismerésre méltónak ítéltettek, és a kettejük közül Dombi Pétert emelném ki, akivel már több mint 30 esztendeje dolgozunk együtt. Ő orvosigazgatóként, tudományos igazgatóként nagyon sokat tett annak érdekében, hogy eljutott oda a Szent Borbála Kórház, hogy most összességében az elmúlt évek beruházásait is figyelembe véve egy 30 milliárd forintos orvos szakmai beruházás valósul meg, amelynek következtében végre az általa is fontosnak tartott onkológiai kezelésnek a feltétele is radikálisan jó irányba fognak változni. A másik elismerésben részesült itt a Tatai medencében pedig az Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz idős otthona, Tatabányán, a Cseri úti lakótelepen, ahol hosszú-hosszú évtizedek óta szolgálják a legidősebb társainkat, és legutóbb a pandémia idején olyan minőségben és olyan szeretettel végezték ezt a munkát, hogy alig-alig érintette az idősek ellátását biztosító Szent Teréz otthont a járvány. Hálásan köszönjük mindannyiuk számára ezt a szolgálatot. A pandémia nem csak formálisan befolyásolja a mindennapjainkat, a megyében is kiemelt szerepet töltöttek be az egészségügyi, szociális dolgozók. Mennyire volt nehéz mégis kiválasztani azokat a szervezeteket, személyeket, akik a mai napon díjat vehettek el? Ezért is tettünk javaslatot egy intézményre, az idősek otthonára, mert nem lehetett volna kiemelni egy szemét. Közösségben végezték ezt a szolgálatot, hogyha valaki hiányzott volna a területéről, és nem úgy áll hozzá emberileg, szeretettel, ahogy a többiek, akkor egészen biztos, hogy azon a résen megérkezett volna akár a vírus is, amely veszélyeztette volna az ott élők biztonságát. Ez egy közösségi szolgálat, egy közös munka, egy csapatmunka, ahol mindenkinek ugyanolyan felelősséggel kell részt vennie, függetlenül attól, hogy éppen vezeti az intézményt, vagy éppen a karbantartási feladatokat, vagy az udvari területnek, a kertnek a rendezését végzi gondokként. Mindenkinek fontos szerepe van, ezért kollektív elismerésben részesültek. De mégis azt kell mondani, hogy a kórház esetében, Dombi Péter főorvos úr esetében egy személyes, személyre szóló elismerés azt gondolom, hogy járt számára.
ez egy életmű díj is a megye részéről, Komárom-Esztergom megye részéről. Természetesen ő sem tudta volna egyedül elérni ezeket az eredményeket, neki is kellett mindig, hogy társai legyenek, de egy vezetőnek az is a feladata és egyben erénye, hogy meg tudja szólítani azokat a pályatársakat, akikkel együtt, akiknek a közreműködésével, segítségével tudják azt a szép, értékelhető, sokak által értékelt teljesítményt elérni. Három személy vehette át a Komárom-Esztergom megyéért díjat, három szervezet pedig a Komárom-Esztergom megyéért szakmai elismerést. Mi is az a vékony mezgy, ami elválasztja ezt a két kitüntetést? A szakmai díj az kifejezetten egy professzióra, egy területre vonatkozik, az ott teljesített szolgálatra és az eredményességre. Komárom-Esztergom megyéért díj az pedig egy hosszabb időtávot, valóban egy életművet, egy életnek a munkásságát helyezi előtérbe és mutatja meg a közösség számára, hogy élnek közöttünk olyanok, akik hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, egy egész életen keresztül a saját szakterületén folyamatosan kimagasló szolgálatot tud biztosítani. De hadd tegyem hozzá, hogy a két tatabányai elismerésben részesülő az nem csak a hivatásában, a munkahelyén teljesít, hiszen a Dombi doktor a segítő jó barátok közösségén belül nyújt segítséget elesett hátrányos helyzetű gyermekek számára, Mecse Ilona pedig a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány alapítójaként és motorjaként talán sokak számára legismertebb tevékenységükön keresztül az adventi ablaknyitogató rendezvényen keresztül, ami hosszú-hosszú évek óta megrendezésre kerül, mi az én polgármesterségem idején indítottuk el az ICA-val, sokak számára találkozási lehetőséget és örömforrást biztosít a felkészülés idejében ilyenkor adventben. Úgy érzem, hogy itt a díjak átadásánál tényleg a sokszínűség jellemezte, hiszen szinte minden generációt, minden szakágat érintettek ezek a díjak, és fontos kiemelni, hogy a személyek mellett a négylábúakat segítő szervezet is kapott elismerést, mennyire volt tudatos ennek a sokrétűségnek a kialakítása. A jószágok is, a kutyák is, a cicák is a teremtett világnak a részei, és ők is tudnak kiszolgáltatott és elesett helyzetbe kerülni, főleg akkor, hogyha nem olyan társai, gazdáik vannak, akik odafigyelnének rá, hanem eldobják, eltaszítják őket. Különös figyelem szükségeltetik arra is, hogy ezek a négylábúak is megfelelő biztonságos környezetbe tudjanak kerülni. Ez az ő biztonságukat is szolgálja, de ez szolgálja embertársainknak a biztonságérzetét is, hiszen a elkóborolt vagy kóborállatok azok sok esetben éppen ezt a biztonságérzetet ássák alá. Azok a szolgáltatások, azok a szolgálattevők, akik egy-egy menhelyet üzemeltetnek, állatmenhelyet üzemeltetnek, így kettő szolgálatot teljesítenek, egy a teremtésvédelemnek tesznek szolgálatot a négylábúak megsegítésével, másrészt pedig az embertársaikat is szolgálják, hogy nagyobb biztonságban érezhessék magukat, és hogyha gazdát is találnak ezeknek az állatoknak és állatkáknak, akkor pedig a gazdáknak, vagy a társaknak, az új társaknak derült és elfoglaltságot és teljesebb életet tudnak biztosítani. Ezt is köszönjük. Koronavírus járvány idején ugye mindenki mondja, hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Képviselő úr, hogy látja, mennyire kell felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy legyünk is büszkék egymásra és ismerjük el egymás munkáját? Én azt tapasztalom, hogy olyan nehéz időket élünk, és talán olyan irányba is haladt a világ az elmúlt években, évtizedekben ezekkel az elektronikai mindenféle eszközökkel, amelyek a személyes kapcsolatokat egy kicsit meglazították, hogy különösen fontos az, hogy odafigyeljünk személyesen is, közvetlenül is, egy-egy mosolyjal, egy-egy válveregetéssel azok irányába, akikkel együtt élünk, akiknek mi nyújtunk szolgáltatást, vagy akik nekünk nyújtanak szolgáltatást, mert ez az, ami igazából mindannyiunk életének egy hajtómotorja, ezek az érintések, ezek a mosolyok, a személyes találkozások, és ugye ez a fajta együttlét és megjelenés, ez egy kicsit korlátoz bennünket ebben, bár szokták mondani, hogy a szem a lélek tükre, és mostanában azért én is elmerülök a tekintetekben és a szemekben, és akkor azért úgy silavizálom, hogy a vasz mögött akkor kit, milyen életet, milyen életutat is tisztelhetünk.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a Tatai Körzeti Televízió hírháttérműsorát a hírszemlét látták november 29-én hétfőn. Holnap is várjuk Önöket, addig is további szép estét kívánok, viszontlátásra!